kívánsági népdalokat is hallhattak azok, akik részt vettek a déli agrárszakképzési centrum eseményén, ahol az elkészült sellyei üvegházat avatták fel. A beruházás keretein belül már 2017-ben szerkezetkész állapotban állt az épület. Később 864 négyzetméteren alakították ki a termesztési területet, melyhez 21. századi technológiák és modern fűtési rendszer is kapcsolódik. Az ünnepségen Bogdán Boglárka agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkár elmondta, a mezőgazdaságban dolgozóknak egyik nagy vágya, hogy stabil, kiszámítható körülmények között tudjanak termelni, hogy előre tudjanak kalkulálni a piaci, időjárási, gazdasági viszonyokkal. Az agrárium fejlesztése pedig lehetetlen az iskolák megerősítése nélkül. Ez a beruházás pedig nem csak az agrárszakképzés versenyképességéhez, de a térség foglalkoztatási rátájához is hozzájárul. Szakértelemre és felkészültségre a közeljövőben is nagy szükség lesz, és ehhez nyilván együttműködésre van szükség a szakképzés, a gazdálkodók, a piaci szereplők és a hatóságok között. Különösen fontos beruházás ez, hiszen a mezőgazdaságon belül is az egyik legkomolyabb felkészültséget kívánó és változásokon áteső területen a kertészetben történik, tette hozzá a helyettes államtitkár. Előtérbe kell helyezni az új, innovatív, környezetbarát technológiák és termesztési módok elterjesztését az energiafelhasználás hatékonyságának javítása érdekében. Így még nagyobb szerepet kap az üvegházi termelés. A projekt során a közfoglalkoztatási mintaprogramhoz is csatlakozott az intézmény, mondta beszédében a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár. Réti Pál kiemelte, az elmúlt 10 évben ez volt a legnagyobb beruházás, amit a belügyminisztérium koordinált. A támogatás magában foglalta az üvegház teljes beruházási költségét. Az a fűtési rendszer kiépítést, közbeszerzés költségeit, az acélvállalás, bálatárolót, kisterrautó, teleszkópos rakodógépet, kamerarendszer kiépítésének a költségeit, működési célú anyagköltségeket, műtrágya, vetőmag, palánta, fertőtlenítőszer, hatósági engedélyek, termesztések, szükséges szerszámok, eszközök, virágcserék, szaporítótárca, műanyagláda és minden, ami a működő képességet biztosítani képes. A projektben továbbá az is szerepel, hogy 5 főt foglalkoztatniuk kell még minimum 5 éven át. Mint azt az iskola igazgatója hangsúlyozta, ennek nem lesz akadálya. Az üvegház kialakításának egyébként nagyon fontos szerepe van az ormánság apró falvaiban, hogy megvalósíthassák a felzárkóztató közfoglalkoztatási programokat. Emellett a legkorszerűbb technológiákkal is megismerkedhetnek a fiatalok, úgy mint az automata öntözőrendszer, az intelligens klíma vagy a biomassa hőközpont.